2015-tel egy új ciklus kezdődött meg tulajdonképpen az Enterprise Europe Network vállalkozásfejlesztési hálózat életében, úgy ahogy ez kötődik ugye az EU-s pénzügyekhez, így ez a hálózat életéből sem maradhatott el egy újabb pályázati kör nélkül. Ebben a nyílt pályázatban ugyanaz a konzorcium indult, aki eddig 7 évig vitte a hazai irodákat, illetve bővültünk az innovációs szolgáltatások területén egy új partnerrel, ez az Atecna Solutions Kft. Egyébként közép-magyarországi régiót viszi. Február 25-én tartottunk egy éves fogadást, amelynek több apropója is volt. Egyrészt szerettünk volna visszatekinteni a múltra, tehát az eltelt 7 évre, honnan is indultunk, miért is vagyunk, és hát nyilván számszerűsítettük a konzorcium eredményeit. Az a megtiszteltetés ért, hogy ezen a rendezvényen ezt én adhattam elő, úgyhogy most a baranyai közönségnek is majd első kézből tudom mondani ezeket az információkat. A másik apropója az volt, hogy felvezessük a következő 7 évet, illetve beiktassuk az Enterprise Europe Network nagyköveteket. Ezt a rendszert egyébként, ez egyébként egy magyar innováció, magyar találmány, amelynek a célja az, hogy kidolgoztunk egy kritériumrendszert, és aki annak megfelel vállalkozás, azok közül kértünk fel, már volt egy előző periódus, akkor a Kerko Media Kft. Képviseletében Keresnyei János volt nagykövetünk. Ő továbbra is viszi ezt a feladatot tovább, de kinevezésre került egy új nagykövet, Orosz Norbert személyében az RPT Innotech Kft.-től, és ennek a lényege tulajdonképpen az, hogy ez egy innovatív megoldása vagy módszere annak, hogy hogyan népszerűsítsük az Enterprise Europe Network-öt, mi röviden csak EEN-nek becézzük, vagy hívjuk ezt mozaik rövidítésként, tehát mint brand vigye tovább, és azokon a fórumokon, helyeken, ahol ő megjelenik, illetve amilyen vállalkozásokkal ő kapcsolatba lép, ő ezt népszerűsíteni tudja, és el tudja mondani, milyen szolgáltatásokat vett igénybe, hogy volt ezekkel megelégedve. A hálózat úgynevezett csúcsindikátora az, hogy egy magyar vállalkozást nemzetközi szintérre vigyük, megjelentessük. Alapvetően három formában, vagy a kereskedelmi partnerségek révén, vagy technológiai partnerségek révén, illetve a harmadik, amikor kutatásfejlesztési területen próbálunk nekik nemzetközi szintű partnert keresni. Itt nem azt értjük, hogy a kereskedelminél mondjuk, hogy valaki egy kiló almát akar eladni külföldre, és akkor keressünk neki erre partnert, hanem ennél sokkal komolyabb szűrőn kell ezeknek az úgynevezett együttműködési megállapodásoknak átmennie. Ezt brüsszeli bürokraták több szemszögből, szempontból megvizsgálják, megnézik. Tehát ezt csak azért mondom el, mert lehet, hogy a szám nem fog magasnak tűnni, de nagyon sok munka van mögötte. Ez az úgynevezett csúcsindikátor, ez 385 darab volt az elmúlt 7 évben a hálózat életében. Folyamatosan egyébként növekedett az évek során. Ebből nyilván a kereskedelmi volt a legnagyobb, ezt követték a kutatásfejlesztési, vagy más néven projektpartnerségek, amiben tudtunk nekik partnereket szerezni, és a harmadik, az a legnehezebb mindig a technológiai, ugye nem nagyon szeretik megosztani innovatív ötleteiket, vagy elég nehezen mozdulnak ebben az irányban a magyar cégek. Ezen kívül természetesen összesítettünk minden másfajta szolgáltatást is, ami ehhez az úthoz vezetett bennünket, így a legfontosabbak ugye a tanácsadások száma több területen, aztán az üzletember találkozón résztvevők száma. A forráshoz jutás az magasabb volt, az 5695 eset, aztán a nemzetközi esetés, majd a technológiai audit export képességvizsgálat 2424 esetben, és szellemi tulajdonjogvédelmi tanácsadás pedig közel 1100 esetben történt. Komoly
muníció számunkra ezeknél a partnerségeknél, az üzletember találkozókon történő részvétel. 3375 hazai cég vett részt üzletember találkozókon, ahol összesen 12.300 tárgyalást folytattak. És még egy érdekesség, amivel dolgozunk, és amire bíztatjuk ugye a nálunk megjelenőket, vagy hozzánk eljutókat, hogy cégprofillal, angol nyelvű cégprofillal ebben az úgynevezett kereskínál adatbázisunkban jelenjenek meg, amelyet ugye 600 partneriroda lát 54 országban. Itt jelenleg 1854 darab magyar cégprofil szerepel, tehát mindenképpen azt gondolom, hogy ezeket a számokat így önmagában nézve nem biztos, hogy mindenki tudja, vagy magáénak érzi. Mi tudjuk, hogy mennyi munka van mögötte, és azt is tudjuk, hogy a mi régiónkból kimagasló eredményeket értünk el, annak ellenére, hogy nehéz helyzetben vagyunk. Tehát folyamatosan feladatunk az, hogy az ipari exportot segítsük és növeljük. Alapvetően a szolgáltatásaink, mondhatom azt, hogy 100%-ban megmaradtak, inkább bővültek. Prioritási változást tudok mondani, tehát az innováció és a forráshoz jutás az egy kiemelt terület, tehát a hozzánk beérkező ügyfeleknek mindenképpen abban kell segítenünk, hogy hogyan tudnak eljutni addig a pontig, hogy forráshoz jussanak, hogyha külföldre szeretnének menni. És a másik pedig az innováció területe, ezek a H20-20-as pályázatokhoz kapcsolódó különböző tanácsadások, ezt itt a házon belül az innovációs osztályon Rapszabolcs kollégám és Császár Gergő kollégám végzik. Több évvel ezelőtt a Kamara innovációs osztályával kerültem kapcsolatba, és a szolgáltatási köreinkkel kapcsolatosan felmerült az, hogy külföldön is érdekes lehet ez a tevékenység, amit mi űzünk. És így kerültem akkor több évvel ezelőtt kapcsolatban az Enterprise Europe Network-kel. A hálózat, ott akkor több rendezvényen részt vettem, többek között egy horvát-magyar üzletember találkozón, ami a Pécs Expo kereteink belül volt megszervezve, és ott egy horvát céggel egy üzleti kapcsolatot sikerült megvalósítani, illetve a hálózatnak az adatbázisába feltöltöttük a mi technológiai profilunkat, amely által 54 országból megtalálhatják a mi szolgáltatásainkat a partnerek. Ezen kívül személyesen is kapcsolódsz most már ez az irodahálózathoz. Milyen felkérést kaptál, és ezt hogy fogadtad? Egyáltalán mi a célod velem? Mit szeretnél megvalósítani ennek keretében? Igen, hát megtiszteltetés, hogy 2015. március 1-től én láthatom el 2 évig az Enterprise Europe Networknek a dél-dunántúli nagyköveti posztján. És hát a céljaim között szerepel, hogy a hálózatnak a tevékenységét az üzleti köreinkben terjesszük, népszerűsítsük, és több baranyai vagy dél-dunántúli céget vegyünk rá, hogy éljenek ezzel az ingyenes lehetőséggel, ami a külföldi piacok felé való indulásukat segíti. Milyen kötelezettséggel jár ez a feladat? Meg kell jelenned különböző üzletember találkozókon, vagy személyesen felvenni a kapcsolatot cégekkel? Tehát mi a feladat? Számomra ez nem kötelezettség, inkább egy olyan elhivatottság, amellyel szerintem a hozzánk hasonló kisvállalkozóknak élnie kell, mert egy olyan kis cég, aki párfős és szeretne külföldre menni, az csak egy hálózaton keresztül tud elindulni sikeresen, ez meggyőződésem. Olyan nagy szervezet van mögöttünk, ami az Európai Unió által támogatott. Az adatbázis, amiben bekerülünk, és amiben a mi partnereink is bekerülnek, azok többszörösen kontrolláltak, tehát a külföldön való piacnyitás az akár egy nagyobb biztonsággal megvalósítható. Azt gondolom, ez a hálózaton keresztül, mint egy önerőből megvalósított piacnyitással.